Napi szinten is óriási mennyiségű homokot és földet mozgatnak meg ezek a munkagépek a fényes Ritke melletti ipari területen. A tervek szerint még idén elkészül itt a konténerek átrakodását, mozgatását szolgáló terminál, ezt követően jöhet a próbaüzem. Már ez a 145 hektáros terület is hatalmas, ez bővítik tovább a jövőben. Az út túloldalán lévő szomszédos részen alakítanak ki ipari és technológiai parkot, amely a terminállal együtt több mint 400 hektárt fog elfoglalni. A beruházó cég 3 lépcsőben 100 hektáronként veszi birtokba a területet, amelyen 2 millió négyzetméter lesz beépíthető. Az összesen 20 milliárd forint értékű beruházásról szóló megállapodást pénteken írta alá a cég vezetője és a település polgármestere. Az eseményen elhangzott a parkban gyártási folyamatok és termékek összeszerelése valósulhat meg a jövőben, amelyhez külföldről érkezik majd az alkatrész konténerekben. Mindez a foglalkoztatás bővítéséhez is jelentős mértékben hozzájárulhat. Nem csak ugye logisztikusok, hanem most már még kvalifikáltabb, nem még egyszer mondom, leértékelve a logisztikusnak, mint szakmát olyat, hanem ettől ugye képzettebb műszerészek, elektronikai szakemberek, tehát magas hozzáadott értéket képes tervező irodák, mérnökcsapatok fognak érkezni, ami azt jelenti, hogy az itt élő ma óvodás, átiskolás gyerekek szülei már gondolkoznak abban, hogy igen, a gyerekeinket úgy formáljuk, olyan irányba próbáljuk teregetni, hogy itt maradjanak, tehát itt találják maga a perspektívát, a jövőt. A térségben lévő vasúti nyomtávváltás miatt évtizedek óta óriási mennyiségű árut rakodnak itt át. Egyértelmű tehát, hogy a fejlesztés irányt a logisztika jelenti, hangsúlyozta a választókerület országgyűlési képviselője. Ennek a térségnek a legnagyobb erőnye az az, hogy itt 30 km a határtól egy megmunkálással a keleti áruból, a keleti alapanyagból, inkább így fogalmazok, Európai Uniós terméket tud gyártani. Ez verhetetlen lehetőség, ezt kell kihasználni. A terület megvásárlásához Fényes Ritke szabályozási és település szerkezeti tervét is módosítani kellett, melynek költségeit ugyancsak a beruházó állta. A cég elképzelései szerint a vasúti logisztikában érintett jellemzően kínai, japán és koreai vállalatok települhetnek a parkba, már most vannak komoly érdeklődők. A terület a helyiek és a térségben élők mellett határon túli munkavállalóknak is munkát adhat, akiknek a képzését is támogatnák a jövőben, emellett a lakhatásuk segítésével csábítanák őket ide. Szeretnénk építeni kétféle elhelyezési lehetőséget, olyan kvalifikált, ritka szakterületű embereknek családi házakat, egy 5-10 családi házat, és egy olyan tömszerű lakóépületet, ami egy emeletes ház, ahol pedig fiatalabb kollégákat tudnánk elhelyezni megfelelően normális körülmények között. Az ipari parkban a tervek szerint nagy hangsúlyt fektetnek majd a fásításra és a zöld energia alkalmazására. A rakodó eszközök egészen elektromos vezérlésű, emellett naperőmű parkot is telepítenének a jövőben. Az első 100 hektáros terület kialakítása 2 éven belül megvalósulhat. A beruházó további tervei között szerepel a térségben elérhető szolgáltatások színvonalának javítása is.